Az ünnepség kezdetén Szabányi Attila, az MSZP szerencsi koordinációs tanács elnöke beszédében kiemelte, hogy azért gyűltek össze, hogy büszkén, méltósággal emlékezzenek a forradalom és szabadságharc hőseire, az akkori tettekre és a magyar népre hagyott örökségre. A párt helyi elnöke hozzátette, hogy az MSP vezetései és szimpatizásai biztonságosabb, szabadabb, sikeresebb országot akarnak, ahol tisztességes munkáért tisztességes kereset jár, ahol értékálóak a nyugdíjak, igazságosak a szociális juttatások és színvonalas, reményteljes az oktatás. A megemlékező gondolatok után ifjabb Czabányi Attila szavalt el egy hazafias verset. Ezt követően pap Zsolt, a párt választókerületi elnöke lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, hogy 165 évvel ezelőtt egy vér nélküli, sikeres forradalomban megszületett a modern magyar nemzet. Március 15-én a leggyakrabban elhangzott szavak a szabadság, haza és haladás. Ezeket emlegetik a szónokok évről évre legtöbbször a nemzeti ünnepen, emelte ki Pap Zsolt. A választókerületi elnök többek között arról is szólt, hogy erősebbnek kell lenni az emberekben a szeretetnek és megbecsülésnek hazánk iránt, úgy, ahogyan 165 esztendővel ezelőtt a Pesti népben. A szónok hangsúlyozta, hogy március 15-e olyan nemzeti ünnep, amelynek központi helye van az állami ünnepkörben és a magyarság szívében is amíg vannak, akik szívükben gondozzák, ápolják-e nap emlékét, az ünnepbe öltöztetett lélekkel tesznek tanúságot, addig van remény a gondok megoldására, sőt a jövő építése is. Ezután Galgóci Ferencné az alkalomra írt saját versét szavalta el, majd a Magyar Szocialista Párt a Szerencsi Lokálpatrióta Egyesület képviselői helyezték el az emlékezés virágait a Szerencsi Kossuth szobor talpazatánál.